Nézzük csak. CD-ROM. CD-ROM. Kéne kapcsolni. Na mindegy. Ez, amit itt láttok, ez a Boti Linuxnak a indító menüje. Kicsit hasonlít talán a Ubuntu-nak az indító lemezéhez, még indító menüjéhez, talán annyit tudnék hozzátenni, hogy egy diszkrét halvány felirat a jobb oldalon, hogy bootylinux.com, és legfelül ugye van olyan, hogy live boot, de live system, tehát elindítani az élő rendszert, na, indíjad. Szóval elosztok, én vagyok a Farkas, és amit éppen láttok, az egy tesztrendszer. I mean, igazi tesztrendszer, és ez azt jelenti, hogy a rendszer le van csökkentve 1,6 GHz-re, és a memória sebessége vissza van véve 8-as 100 MHz-re. Nincsen megkönnyítve a rendszer dolga. Egy alapvető laptop sebességet látunk most, ami közel sem ihetes, tehát egy ilyen nagyon lassú betöltési sebességet fogunk most látni. A Boti Linuxnak van előnye is, meg van hátránya is, tehát kicsit ilyen vegyes a kép. Annyit tudnék mondani róla, hogy van benne egy-két nagyon-nagyon jó ötlet, de hát ez még csak az első hatás én nálam, tehát nem tudom még hova tenni ezt a rendszert, ezért gondoltam most így az első hatást azért bemutatom nektek, hogy na, vajon nektek ez mennyire fog tetszeni. Közben nem csalok, azért dumálok, hogy itt teljen az idő, mert amit láttok, az valóban egy 1,6-os proci. Hogyha valahol majd elő tudom keríteni a processzor sebességet, akkor meg is mutatom. A restartnál úgyis látni fogjátok, mert akkor majd jó bemegyek a BIOS-ba. Itt a kezem nem csalok. Rám szóltak a múltkor, hogy na, tessék, elment a kép. Tehát nincs kép. Monitor nem kap jelet. Nem csalok. Azért kell így ide tenni azt az ujjamat, meg így hápogni, meg ilyenek, mert azt hiszik, hogy ilyenkor elveszem a képet, meg indítok egy másikat, meg összevágom, meg csalok, meg izé. De egyébként ez nem rám jellemző, hogy én össze-vissza csalok itt mindent. Ja, elképzeljétek, kaptam egy farkas plüst, persze egyből odaadtam a gyerek. Ó, ez mi a fene volt? Nem tudom, ilyen fehér volt, meg fekete függőleges vonalak voltak. Most már van kép. Itt nincsen kék ív, ez a monitornak az általános világítása, amilyen hülyén jön át ebbe a kamerába. Tehát sima fekete képet látunk. Na, megjött a Boti Linuxnak a betöltő képe, ami szürke általános hátteret látunk, és egy választó menüt. Ez az első nagyon-nagyon jó ötlete a Boti Linuxnak. Hogy ő megkérdezi tőlünk, hogy milyennek szeretnénk, ha ő lenne. És akkor mi megválaszthatunk, például föntről lefelé. Van egy minimalisztikus téma, ahol te magad állíthatod össze a rendszert, hogy mi hol legyen a start menü, hol legyen az óra. Tehát minden teljesen szabad rendszer. Itt a második, ez a compositing. De egy függőleges beállítást látunk, mint például az Ubuntu-nál volt, a 12-es, 14-es, illetve a 10, tehát úgy van, hogy 11, 12, 13 és 14-es rendszereknél bal oldalt egy függőleges sávban foglalnak el helyet a rendszer elemek. Akkor van egy ilyen desktopos beállítás, ahol alul van, mint a régi Windowsoknál, Windows 98-nál, XP-nél, Win 7-nél, Win 8-nál is elő lehet hozni, mindegy, nem ebbe akartam belemenni. Tehát ilyen általános Windows felépítés, akkor van egy ilyen fancy, ami kicsit ilyen szabadabb, hogy kicsit így szét van pakolva a dolog, hogy mi hol legyen. Akkor van egy laptopra beállítás, hogy minimális villanyfogyasztásnál, tehát akkumulátorra dolgozók nagyon jól járnak vele, meg van tabletre optimalizált, ez az, amit most látunk. Tehát itt eleve arra van felkészítve, hogy kicsit nagyobbak az ikonok, meg újjaddal fogod majd nyomogatni, tehát így fel van készítve. És akkor lássuk a compositinget, ez a második föntről. Ez azért nagyon nagy poén, mert flashy effectset reklámoz a rendszer, tehát nagyon szép villogó effekteket látunk alapértelmezésből is. Minden esetben működik, például a szoftveres és hardveres gyorsítás esetén is, tehát a gagyibb rendszerrel rendelkezőknek szoftveresen, a normálisabb hardver összetevőkkel rendelkezőknek pedig természetesen hardveres támogatással gyorsul, illetve simul ki a kép. Következő menüből magát a téma hátteret. Ezt itt nem látjátok, egy bugyogva jönnek elő ezek az ikonok, amik itt vannak balra fel.
ilyen hátterekből lehet választani, hogy ilyen tó, holdacskával, meg ilyen négyzethálós papír, levélkével. Ez a levél mindenhol ott van, mert ez szerintem egy ilyen ikonja lesz a Bóti Linuxnak, és akkor van ilyen is, meg őszi tájkép, meg általános fekete gyász, valami, nem tudom, ez annyira nem... Ez jobb lesz, hogy Bóti Linux, mert ez végig... Na, haver. Ez igazán gyors volt. Ne felejtsük el, hogy 1,6 GHz-el kegyegünk így jelenleg. Annyit még érdemes tudni egyébként erről a rendszerről, hogy bárhova nyomsz az asztalon egy gombot, sima bal gombot, tehát nem bal gombot, előjön egy főmenü. Tehát ezt úgy hívják, hogy a main. A main menü előjön, és ott lehet választani applikációkat, navigálni lehet, mindent indítani, everything run, ezt még nem értem. Mindegy, screenshotot csinálni, desktop elemek, ablakok, természetesen nem a Microsoft Windowsról van szó, Bóti Linuxos beállítások, gyorsindítás, engagement, általános beállítások, témák, hátterek beállítása, rendszer, suspend, stb. Nem nagyon akarok belemenni, mert először is elindítjuk a telepítőjét. A telepítőt azért akarom gyorsan elindítani, ne a live rendszer, ez valahogy ott maradt, hogy ne a live induljon el, hanem maga a telepítő, és akkor a Vinyóról futtatva ugyanúgy 1,6 GHz-es rendszerrel meglátjuk, hogy mégis meddig viszi ezt az egészet. Beépített böngészője van a falevelecske. Most a falevelecskét, ezt a bal oldalt fölülről indítottam, és fordítva van a kurzor, vágott, tehát ezt biztos, hogy balkezesek írták ezt a rendszert. Fordítva van a kurzor, vágott, balról mutat jobbra. Érted? Na, szóval itt a Bóti Linuxnak egy ilyen helyi fájlban C per USR per Bóti per Krista, tehát ez itt van a helyi lemezen, és akkor itt meg lehet tudni például angolul, hogy na mondjuk ezt sem értem, tehát így erre áll a nyíl, vágod? Tehát, hogy rámész egy linkre, például erre a linkre, akkor csinál egy ilyet a kéz, egy ilyet, vágod? Tehát ezt azért átgondolhattátok volna, tehát ezt így látjátok, ezt a kezet? Na várjál, beviszem a sűrűbb mezőbe, jó? Mert akkor ő könnyebben megtalál. Tehát a kéz így mutat, hogy arra, vágod? És akkor kihozod onnan, akkor meg úgy mutat. Tehát kicsit ilyen össze-vissza hatású dolog, mindegy, ez tényleg csak egy kurzor, tehát semmi lényeges, fontos dolog nincs benne, mert természetesen ez egy téma, tehát lehet választani. De ez, amit láttok, ez a böngésző. Eddig megvan? Sutty! El is tűnt. Mert ugye van 5 ablakunk, tehát 5 monitorunk van, amiből tudunk választani. Nem fizikai, elméleti. És akkor beírjuk, hogy mit tudom én, facebook.com. Figyeld, az Entert leütöm, és mennyi dolat jön be? Pam! Nem egy lassú rendszerről van szó. Ne felejtsük el, hogy 1,6 GHz-t dolgozunk. Nagyon jó eredmény. Itt van a telepítő. Ez valószínűleg az Ubuntu-nak a telepítője, mert én szerintem onnan lopták el több, mint a felét. Ugye nagyon jól tudjuk, az Ubuntu telepítőből, hogy a nyelvválasztás az itt van. Tehát lássuk, itt a magyar, igen. Telepítsük a magyar, nem vacakolunk. Kicsit közelebb hozom a monitorhoz, jó, mert a telepítőt azért mutatni kéne, jó. Tehát a telepítés előkészítése, megpróbálom így behozni az ablakba, jó. Kicsit nekem ezt még így be kell állítani, hogy ti mindent lássatok, jó, standby. Hát remélem láttok mindent, jó. Tehát frissítések letöltése telepítés közben, amíg az nem kezd, hiába pipálód be, az ugyanúgy megy. Nagyon érzékeny órommal én Ubuntu szagot érzek, tehát valószínűleg az Ubuntu-nak egy rendkívül átdolgozott kiadását látjuk, így per pillanat. Merevelőlemez törlése, telepítés, új Ubuntu telepítés titkosítása biztonsági okból. De hiszen ez egy 14-es Ubuntu telepítője, az a Bóti. Jó, ugyanis a 14-es Ubuntu-ban van ilyen, hogy új Ubuntu telepítés titkosítása, LVM használata az új Ubuntu telepítésen, tehát ez egy 14-es UB.
Folytatás. Hülye. És elhúzta az ablakot, mindjárt visszahúzom. Bocsánat. Hogy hol vagyunk? Igen, Budapest. Kicsit ezt följebb húzom, jó? Lássátok az alsó kiírást is, jó? Igen, Budapest, igen. Kicsi óra. Tehát ez egy nagyon-nagyon nem diszkrét óra. Igen, magyar billentyűzetkiosztás, igen. Így már sokkal könnyebb lesz egyébként, hogy ez egy Ubuntu telepítő, mert az Ubuntu természetesen tudja a magyart is. Hatlábú farkas. Számítógép neve. Bóti. Linux. Válaszom felhasználó nevet. Farkas. Farkas. Tudom én, beírjuk, hogy H. Farkas. Jelszó. Mit tudom én. Beírunk valami egyszerű jelszót. Természetesen automata bejelentkezést benyomjuk, pedig ezt nem javaslom, ez direkt csak azért van. Nem, tudod mit? Benyomom ezt. Azért nem szoktam javasolni az automata bejelentkezést, mert bárki bekapcsolhatja a géped. Akkor nehogy már belépjen, hülye vagy? Na, megvárjuk, amíg kicsit itt csíkok itt telnek, jó? Aha, mondom, hogy ez Ubuntu. A kicsi titkos háromszöget megnyomod az alján, akkor itt írja a tálcán, nem, hogy is hívják ezt a... T betűvel szoktam előhozni. Kezdek kicsit már fáradni. Nem tray. Na, hogy hívják? Terminálon? Na végre, de lassú vagyok. Na, a terminálban látjuk, hogy mi az, amit éppen csinál. Jó, és akkor megnyomjuk a következő tovább. Nagyon gyorsan telepít. Tehát ne felejtsük el, mondom még egyszer, hogy ez egy 1.6-os P4-esnek felel meg, mondjuk. Na, köszönjük, hogy a Bódi Linuxot választottad. Nagyon erősen hiszünk a minimalizmusban és a felhasználó választásában. Fú, de jó ez a mondat! Egyébként egy rengeteg eszköz van, amiből lehet választani, amit te szeretnél, azt telepítesz. Nem kell mindent föltenni, majd te fölrakod, ami neked kell. Vissza. Hogy lehet visszaküldeni ezt a szemétládát? Menj vissza, nem olvastam el, köcsög, menj vissza. A szemétláda nem akar visszamenni, hallod? Nem tudok enni gyorsabban. Hülye vagy? De róló. Le lehet húzni, mint a rólót. De akkor se jó. Hogy lehet ezt visszahúzni balra? Sehogy. És írja az izét középen a pozícióját a bal felső sarkának. Ez mi a francnak írott ki ide? Na, mindegy. Mindenkinek kell egy... Mindegy, hagyom, hadd olvassátok, teljesen mindegy. Az első mondat az nagyon megfogott engem, hogy a minimalizmusban hisznek, és a felhasználó választásában, tehát a felhasználó ki tudja választani azt, ami neki kell. Közösség, community. Nagyon diszkrét ilyen levél ez itt a sarogó, tehát ez mindenhol ott lesz, én szerintem, mint egy ilyen logó, mint az Ubuntu logója. Van IRC is, persze, IRC, hát miért ne, nem? Szerintem egy 14-es Ubuntut látunk egy másik ruhában. Az óra, az diszkrét. Elnézést kell, bocsánat, kicsit felbogott. Óra. Tehát vágod, hogy megy az óra? Kiteszi az új számot, és utána törli el az előzőt. Nem egy vacak. Na mindegy, menjünk vissza. De donations, hát az nagyon fontos, igen. Egy új Linux rendszer fenntartása, igen, sokba kerül, for example, tényleg. Áthoztam az órát. Telepítő, mennyi nem? Áthoztam az órát. Ide néz. Most átalakító módba vagyok. És akkor miért van nálam is óra? Mi az a marhaság? Itt van az óra, és amikor dolgozik a gép, akkor egy karóra az ikon. Mi az a baromság? Na jó. Na, az így már egész jónak tűnik. Lefelé. Nézd, mekkora óra van. Oda nézd, milyen nagy órám van. Óra. Áthelyezés. Így. Óra, általános beállítások, clock settings, öcsém, másodpercek, 24 órás, hétfővel kezd a hét, teljes kiírás, ez mi az a szar? Start, hétfőn startolunk.
egy nap. Ez mi az egy? Napok. Egy, öt, hat nap. Mi ez? Nincs nap. Egy nap. Oké. Okay. És akkor most így jobb? Így most jobb az óra, vagy analóg legyen? Ez egy pixeles fos, hát ez nem jó. Júj. Ja, közben befejeződött a telepítés, jó, az most minket nem érdekel, mert el vagyunk foglalva az órával. Kiveszik a másodperceket. Na, egy teljesen kultúrált dolog. Jó, naptár, de jó. De mennyire egyszerű, nem? Ilyen gadgetekkel van tele, tehát bárhova nyomsz, ott van egy ilyen gadget. Virtuális gadget, shelves, az nem tudom micsoda. Na, mindegy, úgyhogy újraindítás most. Itt a szélén rányomtuk az újraindításra. De a számítógép, újraindításig, változtatások. Ó, kitörölt egy nagy fehér mezőt. Kicsit háttérre rakjuk a mobilállványt. Ez a mobilállvány azért kell egyébként, hogy ti is ugyanabból a szögből lássátok a monitort, mint én. Még csak negyed órája megy a videó, kicsi időm még van. Na, amikor újraindul a rendszer, akkor megmutatom, hogy itt most így körbe megy ez a kis 8-as. Na, azt akartam megmutatni, hogy tényleg most kijött a lemez a CD tartóból, tehát a meghajtóból. Na, és akkor most kell, én szerintem, Enter-t nyomni, de kiveszik természetesen a telepítő lemezet. És már újra is indult az Enterre, így van. És megnézzük a beállítások a mai napig helyesek-e. Természetesen bemegyünk a BIOS-ba, nyomjuk a delete-ét, mint az állat. Itt már látjuk egyébként, hogy a beállítások helyesek. Tehát, ezzel a rendszerrel futottunk 1,6 GHz, 12-es szorzó, és 800-as memória, 800, tehát 6-os szorzóval futottunk. Egy 6-os P4-essel. Világos? Escape, kilépés. Kilépsz, semmit nem változtatsz? Igen. Egy újraindítás, akkor megnézzük, hogy... Na most vajh, mi fog változni? Természetesen most már csak a vinyó van benne. Azért benyomjuk az F12-t, biztos, ami biztos. Ez a boot menü, tehát a kicsit fejlettebb alaplapok már rendelkeznek ilyenekkel, egy boot menü. Vagy mihez is megjelenik, igen. Most nem látunk semmit. Ez mi volt? Már megy a Boti Linux. Kinyomta az F12-t ez a szemétláda. Hát nem jó. Na mindegy, a szokásos Ubuntu-s, bejelentkezős, leokézós, te csak nem látja. Na, ezt már biztos fogod látni. Login. Hatlábú farkas. Hát az vajon ki lehet? Hát akkor ide belépünk. Mi volt a jelszó? Nézzük csak. És miért magyarul írja azt, hogy login? Elmondjam? Mert ez egy fénykép. Azért. Ez nem egy szöveg. Ez fénykép. Vágod? Nyelv. Magyar. Where is a magyar? Where is a fucking magyar? Itt van. Legalul. What kind of... Na. Oké. Okay. Enter. Egy 1.6-os géppel gurulunk. Egy 1,6 GHz-ese. Most is... bakker, leesett a izém. Mobilom. Neki mentem a székkel. Azért. Szemétláda. Neki gurult. Na, akkor itt is válasszuk ki ugyanazt a függőleges elrendezésű ötletet. Itt válaszunk ki talán egy másik hátteret, talán egy jobban világítósat. Ne, válaszok ezt a kéket, válaszok kéket, mit tudom. Ennyi. És be van töltve vinyóról a rendszer. Vinyóról. Ennyi idő alatt betölt. De király, nem? És legközelebb már ezeket nem is kell kiválasztanom, mert megy minden úgy, ahogy kell, igaz? Másik. De hogy kell választani másik ablakot? Hallom. Ja, így, ennyi, hogy így kiválasztom, melyik ablakon leszek, a bal oldalt alul vagyok, itt nyomogatom, hogy melyik virtuális monitort használom, és akkor csá, ugye? Na, van ez a leveles böngészőm, most megnyitottam, így villám gyorsan dolgozik, persze a saját kis fájlját mindig betölti, és küldöm az Enter,
Tök, ha nem egy lassú dolog, mi? 1,6-tal megyünk. Nincs engedélyezve se a turbó, se semmi. Tiszta jó. Hangerő szabályzó a bal oldalon, tehát itt alul. Akkor itt van olyan, hogy kapcsolódva vagyunk, VPN-eket lehet állítgatni, amíg ez nem nagyon kell. Na és akkor jöhet, az már magyar. A fele. A fele magyar. Azért ezt fölveszem videóra, tehát vannak a részek, amit nem sikerült magyarítani. Nem tudom megcsinálni, jó van. Az állványt azért csak közelebb rakom. Ez azért fontos, hogy az állványt közelebb rakjam, mert ti sokkal jobban látjátok majd azt, ami itt történik, jó? Tehát kicsit ilyen vicces dolog. Tehát a felső alkalmazások magyar. Kellék, beállítás, internetrendszer, eszköz magyar. Navigate. Navigate-en belül saját könyvtár, munkaasztal, kedvencek, root. A teljes root mappa itt van fönn, tehát kicsit följebb itt az egész. Ablakok tisztogatása, Boti Linux névjegy, artwork, enlightenment, kicsit felemény ilyen magyar, mint olyan, beállító panel. Na, így néz ki a beállító panelja a Boti Linuxnak. Kinézett háttérkép, application theme, hát ez kicsit angol még. Hát a fele angol, fele magyar. Ikonok, ez is magyar. Remix, előnézet, Humanity Dark, Humanity, én nem tudom, tehát most melyik ikonszettet válaszol, meg melyiket nem, mit tudom én. Personal Application Launchers, egy magyar nyelvű Linuxban, érted? Tehát azért itt azért még volna mit változtatni. Na, képernyő, ez az, screen setup. Ez az, ismert föl mind a három monitoromat, király vagy. Na, itt van egy, igen, és... Hopp, eltűnt. Hova tűnt? Eltűnt a monitorom. Vágod? Eltűnt. Nem tudok... Most mi van? Nem tudom, nem tudok csinálni semmit, vágod? Tehát... És itt van egy ilyen kék ikon, ami megy az egér mellett, és nem tudom, mit akar jelképezni. Össze-vissza megy. Úgy tűnik, mintha össze-vissza menne. Ezt például nem értem. Nem tudom se ide húzni, se oda húzni, se semmi. Tehát nem tudom a három monitor bekapcsolni. Csak három darab külön önálló monitor van. Virtuális asztal. A virtuális asztalok száma 2. Jó? Mert nem kell több. Forgass közben az asztalokat váltáskor. Hát az mehet teljesen nyugodtan. Milyen háttér legyen? Bánom én, teljesen mindegy. Ja, visszahúzta az egeret, király mi? Ablakok. Ablak megjelenítés. Új ablakok megnyitása. Tehát New Windows, érted? És a New Windows beállításokon van olyan, hogy intelligens elejezés. Ne helyezd el a modulokat. Helyezd el az egérmutatónál. Manuálisan. Shading. 3000 pixel, hülye vagy, 10.000 pixel, lassítás, gyorsítás, bones, fele angol, fele magyar. Menjünk még tovább, screen limit, hallo, Windows, pardon, az... nem megy, tehát ő nem szereti a több monitort. Ablak geometria, mekkora él sarkítások vannak, most ezzel tényleg nem akarok foglalkozni. Ablakváltó, Alt-tab, ugye, persze, ugyanúgy, mint a bármi másoknál. Menükezelés, menübeállítások, kedvencek. Egérgörgővel lehet jobbra-balra menni. Én azt az egyet nem értem egyébként, hogy üresen hagy. Üresen hagy! Mi az, hogy üresen hagy? Képernyővédő beállítás. Képernyővédő! 5 perc alatt. Bemutató, presentation mode, bezárás. Ja, egyébként itt is van egy olyan, a Boti, nem a Botiba, ablaknál, virtuális, nem tudom, hogy mihol van, tehát itt a mód, hogy bemutató mód. De most bemutató mód azért van bekapcsolva, mert kezdő vagyok. És akkor így bemutatja, hogy bigyók.
Hallod? Azt mondja, bigyók. Polcok. Téma, mik ezek te? Polc. Nyomjuk a polcokat. Na, shelf. Jó, igen, az polcot jelent. És adjunk hozzá polcot. Ez az. Az lesz a neve. Mondom. Az lesz a neve. Nem tudok írni. Miért nem tudok írni? Név. Na, azért. Most tudok írni. De nem tudok törölni. Most megy a törlés. Kicsit, mint a laggolnál, haver. Ez 1-6 miatt van? Polc. Vazeg. Az a neve, hogy polc vazeg. Oké? Okay? Polc eleme. Minden indító. Ibar, mixer, lapozó, indítás, rendszer. Futópro tasks. Kösz, haver, bedobtál itt egy angol szót. Beállítások. Modul hozzáadás. És itt van egyből a beállítás. Ezt mi nem látjátok, tehát jobb oldalon. Tehát oda egyből kidobott egy ilyen vackot, és akkor az a polc. Komolyan. Tik, bizony. Mert amikor mondjam, hogy beállítások, modul hozzáadása, akkor itt megjelenik egyből a szélén. Tehát tök jó. Na, a szívek polcnak a szélét? Jó. Hát akkor mi ne viccelj már. Hülye vagy? Akkor aztán... Mindent. Modul hozzáadás. Nem, mindent az én jó. Rendszertárca, hozzáad. Csak egy rendszertárca lehet. De már egy létezik. Jó, akkor szia gázt. Óra van. Hagyjuk hozzá az órát. De ez nem... Ez milyen óra te? Hogy néz ez ki? Hát az ilyes ráncok, ezt engedjétek, hogy megmutassam. Hát ha valami dizájnos óra, akkor ez az. És hogyha nem látod, hol vannak a számok, nyugodjál meg, senki nem látja. Hú, öcsém! Hát a hány inger elkapott ettől az órától, öcsém? Na, ezt be is zárjuk azonnal. Na, rendszer. Teszkék, everything. Jó, nem kell ki... Na, ez meg micsoda. Ezt kitöröljük, ezt az egész polcot. Igen. Are you sure? Igen. Na, ez gyönyörű volt. És akkor hozzáadás. Jó, mindegy, nem érdekes. Az általános beállításokban nem látom indító. Beállítások, párbeszéd ablakok, profilok. Ja, itt menet közben lehet váltani azokat, amit az elején láttunk. Nagyon jó. Ezt azért mégse kéne, tehát ezt hagyjuk abba. Egérművelet, ez az. Óra, munkaasztal váltás, itt bármit be tudsz állítani abból, ami kell. Itt alul van olyan, hogy oké gomb, meg mégsem, meg bezárás, meg ilyesmi. Abszolút jónak tűnik. Mennyi van? 23 perc. Kezd lassan lejárni az időm, mindegy. Majd lejár, amikor lejár. Azt az egy dolgot nem értem, hogy miért nem támogat három monitor, miért nem működik rendesen a magyar nyelv, itt a Leafpad. Ez a kedvenc jegyzetemben. Config. LXDM config. Hát ide kell az a rendkívül magyarult jelszó, amit beírtam az előbb. Na, hát ez a HL farkas, az úgy néz ki. Egy bolti PNG-vel dolgozik, jó, azt adjuk. Nincs automata, transzparens panel van. Billentyűzet kiosztás? Hát ez nem kell. Felhasználó lista, high time. Hát ez nagyon vicces volt tényleg, de most ezzel nem vagyok előrébb. Tehát. Most azt sem tudom, már hol voltam. Tehát. Jó, el lehet itt tévedni. Na, bigyók. Na, mi az, hogy bigyók? Desktop gadgets. Háttér. Hoverkey. Mi ez a hoverkey toggle? Ez micsoda? Háttérbeállítás. Egyéni kép személyes. Átlátszóság. Animálnak. A háttér is animál. A bigyók is animálnak. Ez nagyon szépen néz ki, de alapvető dolgok hiányoznak. Például a három monitor azonnali kezelése. És mivel az Ubuntu, így hiányzik belőle a főkereső, tehát mondjuk a Dash. Mert a főkeresőben én bármit be tudtam írni, a főkeresőbe, akkor azt azonnal kiadta a választ, hogy mi az a program, ami ezt végre fogja hajtani. Na, itt ilyen nincsen, tehát
Kellékekben sincsenek kellékek. Vágod, csak egy archiválós menedzser van, meg jegyzettöm. Beállításban nincsen beállítás. Talán dolgok vannak benne, tiszta nevetséges. Felhasználók és csoportok, ez ez. Ja, és már visszament a kurzor, tehát már erre mutat. De úgyis látjátok. Dátum, idő. Ecesz. Hát ez nem megyek semmire, haver. Dátum, idő. Jaj, de szépen lapozod. Lapozza az időt, vágod? Na, te tiszta hülye vagy. És mi az, hogy este 9.41? Az 21.41, vágod? Jelszó. Na, hagyjál békén. Jó, ennyi. Tehát egyszerűen semmit nem tudsz beállítani. Ez az egész program, ez a ECS System Tool, ez egy használhatatlan fos, ez nem jó semmire. Nézzük a többit. Ja, így nem látjátok, bocsánat. Nekem még lokalizálni kell, hogy mit láttok és mit nem. Tehát a beállításokban, mint itt, a beállító panelben nincs mit beállítani. Vágod? Módok, bemutató, offline. Bemutatót bekapcsolva vagyom. Háttérkép beállítás, modulok beállítás, polcok beállítás, téma beállítás. All. Úgyhogy nem igazán működik így, minden úgy, ahogy kéne. Anyu, gyere vissza! Extensions, modules, mixers. Sajnos nem látjátok, de egyébként semmi nincs ott. Na itt van olyan, hogy teljesítmény. Teljesítménybeállítások. Képkocka arány. Na hát ez te jó, hogy lehet állítani, hogy hány FPS-sel menjen, nem? Laptoposoknak ez tényleg jó. Application priority. Ezzel nem mentem semmire. Bezárod és nem kapod vissza az előző menüt. Tehát ahonnan ide jöttél. Na. Mindegy, amúgy... egyszerűen nem találom azt, hogy hol lehet beállítani azt, amit én be szeretnék állítani. Nincs. Semmit nem találok, komolyan. Párbeszédablak, profil, a beállításokon belül, mi van? Azt azért még egyszer megmutatom, jó? Tehát van egy beállítások, figyeld. Beállítások panel, ez az egész az. All, és akkor még egyszer rendszer. Ez hülye. Ezeken még egyszer beállítások. Vágod? Tehát beállítások, beállítópanel, all, beállítások és beállítások. Nyelv. Itt van fönn az, hogy nyelv. Nyelvi beállítások. Menü. Ablak. Képernyő. Például itt van a screen setup, ami arra lenne való, hogy mekkora felbontással dolgozzon a képernyő. Nem igaz? Na hát azt nem tudja. Alkalmazások. Automatikus indítópra. Ez az automata indítás. Kinézet, háttérkép, téma. De jó, nem. Applikáció téma és téma külön. Érted? Színek. Betűkészlet, szegély, átmenet, skálázás, indítás, kompozit. Tehát még mindig ott tartok, hogy nem tudom beállítani képernyőmet, vágod. Tehát szeretnék egy 1024x768-et és kapok egy ilyen pici pöttyöt ide felülre, amit nem tudok elmozdítani. Tehát... tiszta király. Na, úgyhogy egy első felindulásra ennyi, és akkor majd a későbbiek folyamán a Volti Linuxról majd kaptuk egy jobb képet, hogyha meg megunom, akkor meg ennyi volt. Na, sziasztok!